Naplovak webshop, táska, póló, telefontok, minden, ami kimocsi. Link a videó alatti leírásban. Wow! Pa-ra-pa-pa-pa, csak paplovak! Sziasztok fiúk, lányok, paplovak vagyok, és 110 lelelázni fogunk. Ja. Itt van velem Ken, Xefande és Nesuten. Szevasztok, skacok! Ali papi, szia! Hello! Mindenkit jól behívtam a csapatba. De jól. Jaj, jaj, ó, de jó ez a hátpárna. Tudod megint a retaliátort? Nem, én most az egyszemélyes hajót osztam ki. Épp akartam javasolni, hogyha vagyunk sokan, akkor lehet azt, hogy izé két-három gép puskás venne a retaliátorbe, és a többiek pedig izé kis hajókkal követik. Akkor lehet közben röpködni körülött. Hát de csak négyen vagyunk összesen. Hát azért akkor az meg mindenki hoz egy izét. Mindenki hoz egy egyszemélyest, aztán el leszünk vele. Ja. Ki ez? AEG, ilyesvitelétör, ANZ, gladiátor. Gladiátort hoz de hogy tudok hozni ilyeneket? Kattints rá! De mármint, hogy én nekem csak egy hajom van, miért választottam ezt három közül? Ezt a Star Citizennél, gyerekek. Azért, mert de hogy tudok hozni ilyeneket? Hajód. Kattints rá! Vagy hetente két ingyen. De mármint, hogy én nekem csak egy hajom van, miért választottam három közül? Ezt a Star Citizennél, gyerekek. Azért, mert itt hallasz, de úgy, patancs rá. Vagy hetente két ingyen. Már miért hallom duplán? Persze, hogy elindult a háttérbe a stream, because fuck you, that's why. Van egy kérdésem. Na, hát igen? Nem tudjátok, hogy ez most bagasztás üzemnél, hogy az összes, tehát ha megnyitom a hangkeverőt, az összes hangot azt így felledobálja? Mintha valaki automatikusan, vagy hát valakit nem tudom. Húzogatná a csúszkát? Az nálad izé, szerintem az van, hogy be lehet állítani, hogy a szoftver kezelje, vagy valamit priorizáljon mindig a hangkártya. Nálad szar. Igen, de csak a Star Citizen-nél csinálja ezt. Mi tudtam mondani? Érdekes. Jó, én az ICC Probe-nál vagyok. Otthon megyek én is épp. Szóval Xefi, nyugodtan hozd a gladiátort, az erősebb úgyis. Lehívtam valamit. Ja, a gladiátor, az király. Ennek most hogy van egyébként? Mert ugye ez két személyes. Igen. Az mennyi fegyvert tud. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy ez olyan, hogy ott tudod használni az összeset. Nem men turetek, hanem csak turetek. Oh, az nice. Lehívtam a hajómat, de nem jelent meg. Vagy nem, oké, rossz helyen mutatja, oké. Rossz helyen mutat. Szia, Hime! Darrébb van. Itt van Kanos Koyot is. Ciao. Para pa pa pa. Szinte belőlek. Ne lövöldözz, baszki, itt vagyok mellett. Ja, lol, nem mondta rá. Rántasz és fél szétlősz. Amikor először hallottam tőled ezt a para pa pa pa, akkor így egyből ezt csengett be nekem, hogy boltba voltam. Good. És akkor valaki mondta, hogy hát mert hogy ez állítólag a McDonald's-nak, vagy... Pa-pa-pa-pa, I'm loving it. Ja, tényleg. Én nekem meg az ugrott be, hogy bótba voltam, hát mondom, jó van. Van egy új ikon. Hajótörött vagyok itt a... Ez mi? Kárián. Van egy új ikon, Get. Itt vagyok a hajó mellett. Nyomj egy F1-et. Nem találom, hol kell kinyitni. Milyen új ikon? Legalul. Neked nincs? Nézd meg a streamet. Na de tuti csak nem csinál volt. Semmit egyébként. Skyline mondod? Nincs. Vagy melyiket? Ja, nem. Melyikre van? Én sem tudom, melyikre gondolom. Ott lent. Az a mindig utánat volt. Igen. Aha. Ja. És ez mit csinál? Volt. Ami a radaron van, az csak az a visszagomb. Az mindig ott van. Hát én mindig a backspace-re mentem vissza. Nem, az a visszagomb. Lol. Jó, ICC Assistance választottam ki. Szefi, meg lett a hajód? Megvan, itt vagyok mellette, de nem tudok beszállni. Nem találok olyan helyet, ahol be lehetne szállni. Milyen típusú hajó? A gladiátor hajó. Hátulról kell beszállni. Nem, azon alulról, nem? Alulról? Nem, előről. Figyelj, csak menj oda a szállótalphoz, az elsőhöz. A hajó bal oldaláról, mintha lóról szállnál fel. És akkor így a hajótalptól régen nézzél rá a hajótestre, és körülbelül ott elő kell jönni a jelnek. Az úsegónak, vagy... Van egy kis gond, én most bebagoltam a hajóba. Az nem gond, akkor benn vagy, nem?
Most kiszálltam a tetején valahogy, nem tudom. Oh. De itt vagyok az elején, igen. Nyugi, nyugi! Csak egy kicsit hát közelebb jöttem. Hát elvég, hogy onnan régen, így, mint a, tehát a bal vállad felől, így nézzél finoman rá az elején, és ott a testni körül vannak ilyen nyílásszerűségek, ott, ha oda ránézel, elméletileg akkor kiadja a beszállás lehetőségét. Tudom, eléggé nehéz. Vagy pedig van a másik fele, hogy háttal ugyanezt. Akkor háttal előre, hátra finoman. De hát ez mondjuk elég érdekes, mert nem biztos, hogy... Úgy néz ki, hogy eladtam a hóteszemet. Azt elel. Nem volt jó. Nem adta a hotasz? Eladtam a hotasz-hamat, és tomorú. Elkezdek gyűjteni egy X-52-re, ami gyárilag támogatva van. Egy X-55-re? Az már nagyon húzos, az 100. Ja, tényleg jó. 100, az X-52 az ilyen használtan 30 körül meg lehet lőni. De ne vegyél használtan, mert enyhén úgymond kopik. Rosszul járhatsz vele. Használta. Hát szerintem újonnan vegyed. Egy X-52 az legkésőbb jövőre kell a játékhoz, hogyha már minden megy. Mm-hmm. Bár lehet, hogy megvárom elvileg. A Star Citizennek lesz külön volt, ezt csak félek, hogy milyen árban. Olyan árban, mint hogyha még kétszer megvennéd a játékot. Scytech gyártja, még... mert kettszel álltak le. Hát akkor is. Biztos drága lesz. Hát, ez alapból 50 körül van a Scytech, szóval onnantól indul. Hogyha 50 körül lesz egy külön Star Citizen-es hotesz, akkor azért az úgy... Úgy oké, de hát... Az úgy járná. Én a dupla joyosban elgondolkodtam, hogy két joyt beszerezni nem olyan nehéz. Én is nézegettem, és ez nem is drága. Balkezest csak nem tudom, hogy mennyit kéne konfigolgatni, mert ezt a hotest is meg lehet csinálni, hogyha ilyen keymapperrel baszakodsz, és így... De van elvileg egy olyan progi, ami ugye tudom, átcseszi a gépedet. Kipróbáltam, hogy... és nem az. Akart igazán. Igen, átcseszi, hogy klaviatúra, és akkor le kell bindelned a klaviatúráról az összes gombot, és... Az ciki. Nem jó. Egyébként nem nehéz beállítani, én beállítottam az én hotaszomat. A joystickom az működik, a hotaszból nekem a gázkar az így eldobja magát, azért adom el. Hát ez ciki a... Hogy ugye, de csak ebben a játékban vagy mindenütt? Aha. Ja. Az egy ilyen known bug ehhez a cucchoz, hogy Star Citizen alatt a throttle az így nem akar működni. De mi a baja? Tehát fordítva működik, vagy hogy? Ne, egyáltalán nem működik. Dehogy? Utána rángatod, mint a csövek pöcsét. Aha, vagy csöves a faszát az aluljáróba, semmit nem csinál. Igen, már itt jön felé megy izé. Én is killódtam vele egyébként, mire rájöttem, hogy hogy kell. Csak neked milyen hotászod van? X-65F. Hát még nekem régről van. X-65F Scytech. Scytech elvileg jók. A-Beans-ben. X-65F. Ja, de ez azt a... De ez egy tök komoly. Én ezt néztem anno Amazonon. Mm-hmm. Ez egy nagyon komoly hotász. De ez működik out of the box, nem? Star Citizenben ezt ki tudod választani? Nem. Az csak nem? Az X-52 már ezt túlugrották, átugrották, mert egyébként az a baj, hogy ez kiadták, de nem lett a legjobb kiadás egyébként. Hát jól lehet használni, nekem nagyon jó, hogy merev ugye a botkormány, tehát nem mozog. Ugye nem lehet mozgatni, hanem merev, és úgy érzékeli, tehát ilyen súly érzékelő van benne. És ez nekem tökéletesen bevált, de elég sok szimulátorban nem teljes mértékű támogatottságot kap. Én úgy láttam, az X-52, az X-55, a Warthog, igen. Meg a G940, ami nem tudom mi, az csak egy joystick, nem? Az a Logitechnek, nem, a G940 ahhoz van pedál is, meg... Aha, nem, tényleg az nem, az ilyen fullos. De az, jó, az is látom rajta, hogy ez nem lehet egy hát olcsó. Hát én felszálltam, és akkor nem tudom, várom az utasítást. ICC próbon várunk. B-t nyom be, és ICC-ja. Itt van valaki egy geci nagy hajóval. Ez egy... Ja, egyébként... én is ezt néztem. Koni. A ízére... Én ezt megcsákjázom. Én ezt megcsákjázom. A gázkarodat a throttle up-down up-sra tetted, ugye? A felsőre, mert azzal működik csak. Gondolom, ugye van igen. Kettő, van a rel, ez a rel, nem tudom pontosan mit jelent, minek a ezője. Mindent megpróbáltam, meg... semmi. Jó. Én is killódtam elég sokat, mire össze tudtam hozni. Én próbáltam ezt a trackir emulátort, scriptet, ami ugye visszahozza a trackir, de borzalmas, tehát... Gépfegyver elő.
Hol vagy? Én most kinyírom a faszit benne a hajójába és belopom. Jó, és bementél hozzá? Most megyek be. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Hogy kell magam megölni? Mi ez a kényszerített gyilkosság? Add gear backspace hosszan. Oké. Okay. Be tudtál menni, mert látom, hogy kint szenvedsz. Nem. Hát lefeküdtem a légzsilipjére, és szerintem lassan megöl a légzsilip, mert így nem nyílik. Oh! Kilőtt a faszba. Nem jött össze, várja. Menj a tetején. Ott próbáltam. Az az alja. Ja. Lol. Nem biztos, de innen úgy tűnik. Mondjuk. Ah, nem. Nem, ja, rossz irányba próbálkoztam. Csávó ott áll a kabinban. Gyorsan menj, nem az, másikba menjél. Az meg az alja, amit próbál szépen. Vagy az oldalán lévő zsidibbe menj. Kinyitottam a rakterét. Szerint azt észrevettem, mert elindult oda. Nem baj. Hogyha ha megmozdul a hajóval, lövök. Ne, lehogy lelőtt, benn vagyok a kurva hajóban. Nem majd, hogyha te meghalsz, vagy szólja, meghaltál. Ja jó, oké. Okay. Tefi, tarts célon a nagy hajót. Még ne sűs ide jön. Egy hajót sem. Hát itt egy bazi nagy hajó, tőled nem persze, ne szívas. Jövök. Hol vagy? Nyomj egy izét, R betűt, így néz körbe, és egy R betűt, vagyunk vagy a... Tét. De az csak a hostile targetolja, az R betű targetol mindent. Most eltűnt a fegyverem. Most mi a fasz van? A másikat, három fegyvered van. Ne, egyik, mind, nem csinál semmit. Fettel. Pedig ez nagy hajó, ez jó lenne. Hello! És itt van előttem, úgy lelőnélek, hogyha tudnálak, csak nem veszi elő a fegyvert. Mit és lő? Még szalutál is. Tepi, óvatosan, ne gyere nekünk. Lassíts. Beülök a izé az egyik lövő árokba, hát ha akkor ízbe kap a cuccom. Jó, kiszállod. Gyerek nem tette üresbe a hajót, és forog össze-vissza. Majd én adok neki üresbe. Csak előtte megnézem a nevét, nehogy egyik nézőm legyen, én meg lelövöm szegény. Subtext, ahogy néztem, valami ilyen a neve. Szefi, sikerült beszállni a hajóba? Igen. Egyébként Nekos? Kinyírtam miénk a hajó, gyertek! Na jó, van kiszállt. Átvettem a parancsnokságot! Jaj, de rossz székbe ülök le. Mindegy, miénk a hajó. Oké. Viszont el kell mennünk vele lemosni a vért a nevemről. Akkor ott találkozunk. Csak vigyázzatok, mert ott valaki lesben áll hajóval. Merre ki kell szállnom. Mi volt a csávó neve egyébként végül? Hát... random meghalt túljóhajót hozott hozzám. Meghaltovics? Meghaltovics. Papi, nem tudom, hogy tervezed-e a játékba. Mi? Tervezik-e azt a játékba, hogy lehessen hajót játékbeli pénzért is venni? Persze! Az egyértelműen benne lesz. Lenne, nagyon nagy bug van, mert a kezembe maradt a gépfegyver. De lőni nem tudok vele. Mit? Vét? Vét. V, mint Gáspár. G. V. Ja, azt próbáltam. V, mint Gáspár? Igen. Na jó, csak vicceltem. Várjál. Hol a francban van az a hajó, te? Azt mondja, a security port kiráshoz most portolok. Mi az, hogy most portolsz? Most akartam beszállni, ne szívas! Lol, tényleg? Hovaj, azt mondtad, ott találkozunk. Most szenvedtem ki a hajomból magam. Ez meg. Én már kirásom vagyok. Én is. Scanning. De hova megyünk? Security port kirásba, mert loptam egy nagy hajót, oda be fogunk majd szállni mind. Ez egy jó fajta hajó. Viszont azt kéne csinálni, hogy akkor valaki átveszi addig a hajót. Igen. Mert itt egy cutlass. Igen, ő fog szétlődni. Oké. Okay. Gondolod? Tefi, látod? Igen. Security port kirás. Hát már ő lett szerintem szét engem is. Ja. De most nincs benne senki. Security post, olyat látok. Post, az. Az. Oda, na oda gyere. Szétlődjük azt a izét, szétlődjük a cutlass-t.
bántsuk, ha miért kell szét? Maja... Jó, tessék, lehet, hogy ne bántsuk, bábé! Nem szólt el, túl van már. Ott egy Aurora is. Hát... Már csak volt. Tödöm, és megszólalt a zene. És akkor császtok. Érezzétek jól magatokat az FPS modulba, gyerekek. Na nézzük. Azt mondja, mindjárt mondom, hova fogom letenni a hajót. Itt megyek melléd éppen. A 10-es. Két rakéta van rajtam. És most meg is fogod szopni. Nem, dobálom a cseffet ezerre. Missouli véded. Hú, ez kicsoda? A Gladius lőtt rám? Nem tudom, de most szállok fel és lőjük. Keresem a gyereket. Megvan? Itt van. Én nevetni, mi a név? Megvan. Subtext. Meg megsérült a szárnyam leszálláskor. Hiába nyomom a tét, nem fogja be. Nekem se az a baj. De ez nem is té, nem is té, R betűvel. Bármivel nem fogja be nekem. A hostile. Mert nem a hostile, az R betűvel lehet befogni csak. De nekem a hostile-t lőtt rám. Tefi, neked hostile, de... Én nem is látom. De úgyse fogom be. Én látok egy hajót, befogod, de nem tudom, hogy ő kicsoda végül. De ne a Nesu, Nesu van. Oké, megvan a subtext. Aha, gyerek, ezt hozd, ezért volt a hajó. Oké, nem állok olyan rosszul. Nekem nem írja ki, hogy kit fogod be egyébként, de nem tudom, mikor kéne ha kiérni. Nyomja a R betűt, ha ránézel a paplovak felé, őt látni fogod. Nem látom, hogy milyen counterbezsereket lövök ki, az a baj, mert... A subtextet lőjétek, én már azért szét... Azt próbálom én itt. Belőle. Én is párszor eltaláltam. Most nem tudom, hogy nekem van előve a hajtóművem, de én nem bírom irányítani a hajómat, csak körbe-körbe forog. Mennyire real. Oké, nekem sehogy nem működik a hajóm, semmi izé. Gáz se tudok adni. Subtext, merre vagy te dög? Felfele. Azt hiszem, hogy most már befogtam. Aha, befogtam. Jó, akkor most kiszopadtam. Nem húztam fel valószínűleg a izét. A cuccokat. Aha, végre. Oké, tudom irányítani a hajómat. Oké, fogom a gyereket. Rakéta célom van. Az a baj, kilőtte az összes ágyumat. Ezért most rakétát lövök rá. Az is elég. Csak forog körülötted, úgyhogy próbálj meg manőverezni. Dolgozom az ügyen. Hitelem. Oké, két rakéta. Ah, kilőtt! Picsába! Szét! Pedig ez jó volt. Hát jó, sőt, nem is ilyen volt. Fú, Vanguard? Ez is az ingyenes szar, nem tudom mi most az ingyenes. Viszont, gonosz vagyok. Hol kelek fel? Nem a gonosz helyen keltem fel, szerintem. Létezik? Hát létezhet, hogyha lelőttek. Talán van. Lelőttek, de ilyenkor Grimhexbe kéne ébrednem. Ja, amúgy, ja, igazam van. Oh, hello Grimhex! Ott vagy? Ott, bizony. Grimhexbe vagyok. Jó, lekérem a hajómat, és akkor jövök vissza. Szefi, te meg vagy? Megtaláltátok egymást? Nem tudom ki az. Nem írja ki a... Baszki, eszméletesen jó kezelni ezt a hajót. Ja, de nem talál el senkit. Nem írt ki semmit. De ha mindegy, én nem tudom lelőni a pajzsot róla. Miért ki semmit, csak erre betartja szóltam. Meg kéne töltsön a izé a fegyver. Hogy kell feltölteni a fegyvereket? Melyik az a 4-es? Nem. 3-as, nem. Nos. Az a baj, hogy in Grimhexből még nem nagyon szálltam ki, és nem találom hol kell. El fog izézni, el fog ugrani. Hát akkor nem tudunk mit csinálni. Nem baj, ez ugorjon el, akkor úgyis csak lemosuk a vért a izé. A nevemről aztán nyomatjuk a questeket. Veszem már pöcsöt. Szia Zed, üdv a streambe! Hát nem.
Megnézem, hogy most működik-e a port modification. Jön vissza? Ah, csak elment izét pajzsot tölteni. Ekkora szar. Nem, nem jön vissza 12 km. Most jön, nézd csak, csökken. Nekem nem ér, hogy felrobbantam. Miért? Minek mentél neki? Nem tudom. Semminek. Levegő volt ott, meg semmi más. Nem lehet, hogy a izé itt a memp gyerek kilőtt? Mert nem ért ki semmi ilyesmit. Egy memp nevű. Ja, hát ez még azt se írja, hogy ki mell hány kilométerre van. Megy utánad, Ken! Igen. Nem lehet, hogy bágos volt az aljó? Nem lehet. De lehet. Ilyen gyerek el se talál, azt se tudja, mit csinál az ember. Az jó, de a pajzsot azt fel tudja tölteni. Vigyázz, nehogy beléd menjen a... Hát lehet, hogy leszeret mindent és pajzsra rakod. Várja a haverokat, vagy valami. Várjál, nem kértem le a hajót, csak ide jöttem. Túl melegedett az összes fegyverem. Jó, lövöm. Megvan. Welcome to Grimhex. Kérünk szépen egy gladiátort. Ú, én azon voltam. Az a baj, ez nem nagyon mondja jól a... Igen, pedig az jóféle. A neutron ágyú elvileg bontja, de elég nehéz vele eltalálni. Köszönöm szépen, srácok, jól vagyok. A három, gondolom, hogy ez így erre van. Grimhexen olyan sok leszállópálya nincs. Szia, Adrian! Úgy kéne csináljuk, hogy amikor az egyikünk túlmelegszik, akkor a másik átveszi a lövést. Ja. Oké, okay, most túlmelegedettem, lőtt egy kicsit, de... Bemérni nem tudok. Itt a haverja, nem? Nem tudom. Kemp, dehogy nem. Az a kemp van, hogy memp. De, te rád lő. Én leszopom magam, hogy a hajómat meg rossz helyre rakta ki. Oké, elkezdem lőni. Beültek a fegyvereim. Átveszem a memfet, jó? Jó. Hallod, létezik, hogy van egy olyan bug, hogy a Crusader-en rakja ki a hajómat? Nem elképzelhetetlen semmi. Oh, fuck me. Ja nem, itt van, gladiátor, 130 méter. Melegedett az összes ágyúm. Wargraphiumról mi a vélemény? Nemrég néztük meg asszonya, szerintem annyira rossz nem volt, de jó se. Ilyen egyszer megnézhető film. Én meg már majdnem kiléptem a játékból, mert nagyon sokáig volt sötét képernyő. Jaj, gladiátor, Gladiust akartam. És most már látsz meg minden? Igen, most ébredt fel a karakterem. Most megpróbálok rájönni, hogy akkor ebbe hol a faszomba kell beszállni. Tudom, de 4-5 perc volt sötét képernyő, miután meghaltam, semmi. Áh, szétlőttek. Na, meghaltam. Nekem szét volt már lőve amúgy is a hajom. Mm. Hol a vérbe kell ebbe beszállni? Ó, megvan. Szóljatok már, ha nagyon behallatszik hátul az út. Tudtam az ablakot. Ja, jó. Elvileg nem kéne nem neki. Zavar. A streamben ne zavarjon. Engem nem zavar. Mi ez a Retaliator? Jó? A Retaliator? Az a rohadt nagy hajóm. Azt ne hívjam. Azt ne hozz, mert nem tudsz felelőni, az a baj. Tudom én is egyzét, Gladiátort. Jó, az nekem az nagyon rossz volt. Van annak a fosnak. Miért? Hát, itt nem tudtam vele semmit csinálni gyakorlatilag. Betargetoltam egy embert, nem írta ki, hogy ki az, sehová. Akkor csak bugos volt. Nem lehet, hogy lent volt, mert én látom, hogy lent vannak a panelek. Jobb alsó sarokban van például a target. Nem, de hogyha a képernyőn gondolom nem írta ki, csak ugye bekarikázta az ellenséget, hogy hol van, de semmi név, semmi irány nem volt. A beszállás is ilyen, bebagoltam a hajóba gyakorlatilag. Az nekem is ilyen bebagolt. Az olyan, igen, azt azért free most, hogy javítsák. Nem volt sehol ilyen use vagy valami ilyesmi, hogy be lehet szállni. Igen, az halálbugos most ez a hajó, tehát ezt azért is rakták be, gondolom, hogy teszteljék. Ja. Úgy tudtam beszállni, hogy neki megyek, és megyek a falnak neki, és előbb-utóbb bejutottam. Az voltam a falán. Ez így. Tisztek. Akkor csinálunk küldetéseket, vagy előbb lemész Kirásra? Először elmegyek én Kirásra. De addig ti felvehetitek az ICC próbnál küldni. Már felvettük. Én még nem, úgyhogy...
Hát ha már ott voltunk, akkor fölvettük. Ja, de én nem voltam ott, én nem mentem oda, hát késtem. Mert ugye... Ja. Ugye Karján voltam. Kraja. Hol a faszomban van ez a... Cryastro... ICC probe. Overex shipping hub. Megvan. De 1070-del is izé lepotyog még 25 FPS-re. De nem videókártya hiba. Nem, az... De volt, csak akkor is idegesítő. De, de kint szépen akad a 30. Ez izé... Netcode az izével, ja. a szerver-kliens kommunikációval van gond. Állítólag már a következő patchekben izé azt is javítják. Ezt már sokszor hallottuk. Ezt már sokszor hallottuk. Hát most elvileg valamit állítottak a szerver izé hülyeségén, hogy kihebb engedik az FPS-t. Egy gladiátor, meg egy cutlass. Hol vagy? Karján? Aha. Megyünk oda mi is. És a feladatot. Életem leggyorsabb izéje volt, letétele, így raktam le. Bang! Ez nagyon, ez profi volt. És most fogjuk szétlőni. Gyorsan futok be. Aegis Claudius, te vagy az az ICC? Jó, elbújtam. Most csinálod a cuccos? Hallom, a faszi most jön ki. Lopok egy Gladius, az jó. Aha. Na, nem nyitott ki, gyáva vagy? Nyuszi vagy McFly? Én itt vagyok még ki, nem merek egyedülbe menni. Mindjárt ott vagyok. Elbújtam a lépcső alatt. Na, hová kell menni akkor? Security port kira, de lőj el az egyik rájasztróra és úgy tudsz, csak mert a bolygó másik felén van. Az ICC fele indulj el. Korona security postra. Itt elbújtam a gladiátor alatt. Pontosabban a gladiátornál lévő lépcső alatt. Nem atyám napsugár, látom. Ügyes legyél, ne essél le. Pedofil vagy, papi. Most miért? Szeva Nosi! Mi a helyzet, uram? Mikor veszed már meg te is ezt a játékot, hogy együtt nyomuljunk? Ez mi volt? Ez a soha? Ez nagyon jó, ez nagyon jó vicc volt. Miért utálja ezt? Nem, de nem hinném, hogy őt annyira érdekelni egy bukhalmaz. Hogy lehet összekapcsolni ezért a Merlint a Gladiusszal? Ezt alapból úgy, ja a Gladiusszal, az a sehogy. Hát itt van a... ezén. Ez nem Merlin lenne? A Merlin az a izében van benne, a Constellation Aquila-ban hiszem. Az, amit pont és akkor a Gladius alatt mi van? Van ilyen kis izé repülő most. Az nézem. Valami már, az izé van alatta. Ja. Valami kis, azt szerintem ez csak ilyen design elem, az nem repülő. Ja, jó. Vagy később majd az lesz, a fene tudja. Na. Tényleg fiúk, egyébként, hogyha bárkit érdekel a játék, a videó leírásában ott van egy link. Ha azon regisztráljátok be magatokat és vásároljátok meg a játékot, akkor kaptok plusz 5000 zseppénzt. Én itt vagyok, ahol a Gladiátor parkol. Gladiátor. Nem látok egy hajót se. Látok egy faszit. Ja, az te vagy? Felőttél rám? Aha. Akkor látlak. Itt vagyok veled szembe a lépcső alatt, nézd. Nem tudom, hogy látod-e, hogy lámpázok. Veled szembe most. Megjöttem. Szemközti lépcső alatt. Ott látlak, igen. Lámpáz egy kicsit. Semmi? Nem látom a lámpázat. Pedig ez poén lenne. Ez majd még később. Ott vagytok a leszállón, nem? Ottan. Ja. Gyerek Szefi a izébe, be a gyűrűbe. Oké, te vagy a Ranged Fighter, én vagyok a Melee Fighter, mert nekem csak sodban működik. Leszállunk, vagy mit csinálunk? Igen. Megnyomod az M-betűt, akkor bekapcsolod az autopilótát, és ez leszáll neked. Csak keres egy spotot, ahova beenged, és aztán nyom fölötte hosszan az M. Ki az a Dark Cutlass? Az nem ez tudjuk, de lesz. Itt van valahol, mert hallottam, hogy a gyerek bejött. Ki volt az, aki ilyen gyorsan elsüvített egyébként, süvített itt. Ő az a Mumpf, vagy ki, Mumps, vagy mi ő? Mumps, az állna bele a pöcsébe, a Mumps. Nem, az nem.
Vagy Memph, azaz. Hát, ez itt kicsoda, ez te vagy, vagy Szefi? Én jöttem Radiátorra, meg Szefi is. Nem látod, hogy világítok a mi nevünket rád? Látnod kell, elméletileg, hogyha... Szefi, te vagy az űrkoporsóba, ugye? Igen, ő. Jó van. Ja, N betűvel kirakod a izét, a futóművet. Ide nem fog tudni leszállni. Azaz. Izére tudsz. De attól még le tud. Gyere erre velünk szembe. Le fogja fordulj rakni. Felém. Gyere felénk, lassan. Azaz, ide, az... Gyere, Szefi. Fordulj felénk. Kicsit jobbra. Jobbra. Fordulj jobbra. Még. Úgy, jó. Megjött, húzd fel az órát. Gyerekek. Balra egy kicsit. Ajátok. Balra egy kicsit. Egyenesen. Subtext. Annyira nem. Taberrel. Itt nézd, Szefi, itt vagyok alattad, egy kicsit fog, azaz. Nem a hajóban. Ajjaj. De subtext, őt lőttük nagy... az előbb. De most szállt le. Nyomja, most nyomjad a kontrollt. Lassan nyomd a kontrollt, gyengén. Nektek azt hiszem jobb kéz felől. Nyomd a kontrollt, Szefi. Azaz, azaz, még nyomjad, 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 nyomd tovább. Itt lőjek, itt vagyok közé. Jó, kész. Itt a Memph. F betű hosszan. Lelőjem a Memphet. Köszi. Lőd le. Sikerült? Megölted? Meghalt. Jó, király. Szefi, mosszál ki a hajóból. Nem tudtam megnézni Gizdán, mert pont a másik oldal. A faszt. Valaki jön ki izén. A légzsilipen. Hogy melyiken? Tudom visszacsukni az ajtót? Ránézel és... Ja, sehogy. Azt hiszem, az F-fel nem csukja vissza, amikor bemegy. Hát úgy, amikor ott van, hogy ott. Jó lesz ez. Akkor valaki csak bement, akkor nem jött ki. Nem, visszaszállok vele sajnos, nem tudom. Hagyj egy nyitva, nem baj ez. Paplovag, jó, oké. Okay. Ezek mi vagyunk, ja. Most valaki kijött, te vagy az, Ken? Én. Most jöttem le a gyereket. Oké, okay, itt vagyunk Szefivel. Képfegyőrát próbálom betárazni. Nem vagyok sárga egyébként? Hát innen nem látszik, majd csak a hajón. Itt vagyok izé papi mellett, úgyhogy a nevem látszódna sárgán, mert az most övé látom, sárga. Most látom, de ilyen... Hát fehér? Jó, legyen sárga. Itt vagyok veletek szemben, jobb kéz felé, papi. Akit most leugrott, te vagy? Én vagyok. Oké, hol van Szefi? Én nem látom. Én itt lebegek fölöttetek, ki akartam miért? Lőni éppen egyik őtöket. Kérem, szállj le ide hozzánk. Menjünk be. Én nem látok. Bevallotta, hogy valójában velünk van. Rajta volt a célkereszt. De itt van Subtex, szét fogja lőni a hajóinkat. Ja, amúgy jó lenne, hogy haladnánk. Szefi most így leesett arca. Jó, menjünk be gyorsan itt balra. Futás. Gyertek. Figyeljünk, mert egy csávó biztos, hogy benn van. Igen, hallottam a izét. Hallottam, hogy nyitotta a zsilipet. És mit fogunk benn csinálni amúgy? Upsz! Mert meghekkeljük a cuccot. Meghekkeljük a cuccot, hogy ne legyek bűnöző. Hát meg én is bűnöző vagyok, úgyhogy... Noisten, itt van mögöttünk. Így van. Jó. Bejött ő is valahogy, nem tudom. Hát én már éppen voltam. Akkor ki volt, aki kimaradt közülünk? Nem tudom, valaki nagyon kimaradt. Hát senki. Szerintem elbog voltunk. Felmegyek az emeletre, jó? Ellenőrzöm. Én is felmegyek az emeletre, mert onnan könnyebb lefele lőni. Oké, elindítom az én hackemet akkor. Oké. A fegyverszoba tiszta. Most valaki megérkezett. Ez a mumsz vagy ki az, akit... Oké, nekem nem kell. Nekem nem hallod kell. Hallod a... Akkor mindjárt lejövök. Memph, az megérkezett, gondolod? Hát jó. Hát nem biztos, de elképzelhető, hogyha megölted, akkor elképzelhető, hogy megjön. Hát esélyes, hogy visszajön bosszút állni. Basszus. Én átbagoltam a padlón. Ez hogy? Nem, fölmásztam. Nem tudom. Azért. Nem mindegy. Viszont én elbújok. Nem, én hát is elbújok. Derékig benne voltam a padlóban. That's what she said. Jó, mindenki bújjon el, mert mindjárt jön a gyerek. Azt a mindenit! Super user root, Dávid! Ne feledd! Úgy szopatlak, mint a Mario. Mikor lesz? Hú, nem tudom még. Egyelőre a Nintendo-val most van egy kis hadilábunk, amin dolgozunk, hogy megoldjuk. Nem, micsoda. Kilő! Én lőttem. Ne lője, baszki, nem tudjuk, hogy kire lőjünk. A japánok letiltották az összes videómat. Beklémelték az összeset. És az európaiak egyelőre nem tudnak vele mit csinálni. Nice. Hallok valaki, hogy mászkál. Én teszem itt le a köröket. Biztos, hogy a japánok voltak, nem a németek?
Mert tuti, mert a németek azok vágják, hogy az európaiakkal rendben vagyunk. Pedig a németek szeretik beklémelni egyébként. Oké. Nem vagyok már bűnöző. Nice. Akkor igazából mehetünk küldizni akár. Ja, mehetünk bűnözni. Nem kell még egyszer? Nem. Jó, oké. Mert van, azt tudod, hogy más. Nem kell, jól látom. Jaj! Bocs, Ken, megijedtem, bocs. Baszk, én is. Nyom be egy hírt. Hülyet belelőttem. Menjél fel a izébe, hallod, és hozd magadnak egy... Hol van Stefande? Itt vagyok. Itt van, jól van, oké. Várjál, tényleg hol van izé ingyen heal cumo, nekem még kérdezik. És ez ki? Ken? Én vagyok a jó páncélban, én vagyok a Halo csávó. Addig mi Szefivel kimegyünk szerintem. Jó. Beszállunk együtt a Gladiátorba, gyere Szefi. Itt van, gyere csak itt oda. Azt lehet ketten vezetni, nem? A Gladiátort, jól emlékszem. Igen, lehet. Kinézek előtte, hogy tiszta a kifutó. Köszike. Megvan, mehetünk lefelé. Itt valaki lő, ott a faszikin, látom is. Most repül rá valakinek a hajójára. Na, most nice. Akkor megöljük. Azt kéne, itt balra valaki kifutunk. Járat. Gyere erre. Az 1-es, 2-es deck felé van a csávon. Várjatok meg minket. És ott lebeg. Itt vagyunk mögöttük, gyere. Oké. Okay. Akkor addig nem zárjuk be. Legyom meg a gombot. Gyere. Na most. Mehet. Menjetek át Google-óba. Kisebb célpont legyetek. Nekem megállt a kép. Beszállt a hajóba a srác. Vigyel előjük, gyerünk. Mosszál föl. Én azt hiszem kézifegyel is szét tudjuk lőni, nem? Mosszál ki? Szerintem igen. Nem, felrobbant. Ez fel... Ott van. Ott van. Melyiket lőjük? Ott a sarkon. Itt most leugrott. Én nem igazán látom. Lefelé van, vagy felfelé? Tudod, miért nem értem, papi, azt, hogy a japánok klémelték be ezért, mert a japánoknál nincs gema. Hanem a németeknél van. Aha. Hol van a csávó? Bement a izébe, a cutlassbe. És be is zárta. Megyek és utána. Ki tudod nyitni, nem? Nyisd ki, Sotival, itt van nálam. Ezek hol a gomb? Azt nézem, hogy ezen hol az ajtó. Ott az ajtó, bár, de kéne egy... itt van! Fölül, itt van, hol? Mufi! Itt van, fölöttetek! Basszus, látom. Nem figyeltem. Megvan. Szerintem halott. Ja, megdöglött. Fogyok izével, Sotival. Jó, a másik is meghalt, nem ment a hajóba. Meghalt, mert eltűnik a hajó. Fú! Jaj, szúzós vagy. Szefi, te élsz még? Én itt lebegek. Jó van, király, akkor menjünk akkor a Gladiátorhoz. Ja. Mindenki nem kapjon el egy hajót, hogy valami. Nem, mert a security port kiráson nincsen izé. Nincs comlink. Nem, jó, van PvP, nincs comlink. Nem úgy, de hogy izé, tehát a hajóval nem meg meghaltunk. Nem tudok feljelenteni. Jó, de a hajóval meg ha lőjük egymást, akkor besárgulunk. Az ki ott a földön? Nem. Mi vagyunk, én ugrálok. De fut, nem. Oké, most ugráltál, jó. A hajó, mekkorát teleportáltál. Ezt hogy csináltad? Nekem újra kell jönni a játékba. Mi vagyok a fehér varánus. Mi a fehér varánus. Ánusz varánus. A Soti nagyon király egy. A Soti. Na, beszállok a masinába. Na, nagyon jó. Ráestem egy hajóra most. Na, oké. Okay. Mindig össze tudsz ilyeneket hozni. Na ilyen játék. Itt vagyok fölötted, nézd föl? Vagy nem, várjál, nem tudom, hogy tudsz-e felnézni. Én véletlenül az ágyúba szálltam be viszont. Igen, ott. Az ágyú fölött vagyok. Ja, látlak. Hello, mi? Itt állok az ágyú. Szállj be, te irányítasz. Ja, akkor az nem jó. Akkor szálljak ki inkább? Nem, jövök inkább a saját hajómat töröm össze. Jó, oké. Akkor kiszállok, átszállok a másikba. Mármint a ilyenkor, elejébe. Ilyenkor kell igen? Még egy meghívót küldeni? Mert most kiestem az ezerből. Benne vagy a partiba? Partiba benn vagy. Ja, jó. Hú, viszont fejlövést kaptam a shotguntól, piros. Nyomok egy healt. Healte? Jó. Hey, ül valaki a hajomban? Mi? Komolyan?
Nem tudom. Azt hittem már. Beszartam. Nem szállok be a izénbe. Elkezd beszállni és kiszáll. Jó, hát oké, most működni fog elvileg. Oké, király. Na, merre lövünk, srácok? Akkor mehetünk izére, mehetünk a koordinátákra? Milyen koordinátákra? Mert amiket az ICC adott. Az aha. Adott nekünk koordinátát? Ha bemész az F1 és arra a nagy zöld genyóra, akkor elvileg megkapod az ICC assistance-t. MG Scheuder. És ott vannak a questek, és van egy olyan ICC assist, arra rápötyizel. Igen, itt vagyok. Unidentified signal. Ja. Space-szel emeled meg. Ja, mondjuk tudod, hogyan emeled meg a hajó. Kicsit viszont röpkedni kell. Szóval, hogy el kell fogadni, vagy valami? Kicsit nem, csak jelölt ki a kis sárga genyót. És akkor kiadja az azonosítatlan szignált. Akkor oda kéne repülni, csak egy kicsit meg kell kerülnünk a bolygót, mert nagyon közel vagyunk. Ja, nyomok egy balost. Nem akarja eltenni ezt a panelt. Állni? F1 megint. Ja, F1. Mivel repültök? Hát én az én saját titánommal. Én meg a... Gladiátorral. Jó, én is az... Radiátor? Jaja. Volt egy olyan film, hogy a Radiátor. Ja, hallottam róla, elég meleg film. Nem volt rossz. Basznek. Hát tudod, még Rómában... Ó, itt nagy buli van. Körülbelül 6-an vannak itt. Lehet, hogy meg kéne várnod ott a peremen, amíg kinyírják ezek a lúzokat. Jól van, én itt akkor lefékezek, amíg ide értek. Majd bevegyünk FIFA? Hozzá, nem hiszem, hogy fogok fifázni. Tényleg papi paragon majd valamikor? Most van izé. Adom. Megkaptam a GTX-hez való paragonos kupont, ezt lövésem sincs mutatott. Mi ez a paragon? Ez egy nagyon jó moba. Ja. Szóljatok, hogyha itt vagytok. Keresem még, hogy hol van ez a koordináta. Benyomod a B betűt, és akkor van egy ilyen, hogy unidentified valami. Ja, unidentified signal. Oké, és induljatok egy pillanat. Oké. Én oda megyek, megnézem, addig harcolok együtt. Nagyon sokan vannak itt, rengetegen. Ha kilősz az ICC próbra, onnan könnyebb lesz oda jutnod. Szia, Bence. Nem azt, hogy most az én LOL accountomat húzza, hogy LOL, vagy izé, rankedezhessünk. Mert tudja, hogy már olyan jó vagyok. Ez ilyen ingyenes játék, nem? Ez a League of Legends. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 player van itt most. Beérkeztem én is, 3 másodperc. Szerencsére nincs itt egyik olyan csávó se, akivel összeakasztottuk a bajszunkat. De eléggé kényelmetlenül érzem magam ennyi player között a hajomban. Jöjjük tehát 30 kilométerre. Oké. Még egy player? Még egy? Úristen, mennyi van ott, és röpködnek a rakéták. Már látok is egy kalózt, én itt le is állok, megvárom a többieket. Bazd! Nem akarom megtörni a hajót. Jó, azt hiszem, hogy jó leszek. Srácok, titeket várunk. Jövök. Én már itt vagyok a fekete doboznál. Már üres vagy mi? Mert nekem rám nem jöttek kalózok. Mindenkinek fel kell külön mennie, nem? Hát csak oda kell mennie, és akkor... Ja. Pillanatra beszélsz fel, azt lőhetsz is ki. Megyek akkor én is közel. Nem úgy mondom, hanem a fekete dobozt. Ja, az persze. Hát tehát mindig egy én. Én kveszt egy én. Meddig jutottatok még már el ebben a... Őszintén? Eddig. Az első mert mindig bugos volt régen, és mióta nem bugos, azóta mindig csak trollkodunk. Ja. Ez is úgy időt. Szia, lovak, kisorsolhatok egy kulcsot. Nyugodtan, Pova, nagyon szépen köszönjük. Na nézzük.
Itt egy faszi, lelőném. De érzem, hogy nem szabad. Hagyd, hogy átjárjon a sötét erő, Luke. Ne, ne mondd, itt vagyok is. Annyira te... érzem, még pisztoly is van a kezébe, hogy... Tűzd el a pisztolyt. Jogos önvédelem. Ó, itt lesz. Már ketten vannak. Már kétszer akkora élvezet lenne, anya. Két ott embert is megölhetnék, de miért nem? Jó fiú leszek. Képes vagyok rá. Evermore kelt. Meg kell mutatni a nézőknek, hogy tudok questeket csinálni, nem csak embereket lelőni. És van egy Citizen nevezetű. Szia, Szanka! Itt vagyok. Vagy nem így van. Oké, gyere oda is. Villogó kakihoz. Piros villogószár. Nekem mindig nem jelzi a izét, hogy merre van. Mármint a mi? Hol vagy, Szefi? Hát... Select Destination. Próbálom kiválasztani, hogy hova kell. Megjöttek a pajrickék. Én már kiszálltam a hajóból. Nem jutottam el oda. Még az előző, beraktad ahol a... lövöldöztünk ott. Beraktad a sárga cuccot? A sárga pöttyöt beraktad az ICC Assistance-hez? Igen, igen, az be van jelölve. És nincs egy olyan most bárhova nézel, hogy unidentified valami? Egy, igen. Menj oda az IC... Arra kell rápróbálni. Legegyszerűbb, ha oda mész az ICC próbhoz és onnan mész, mert az ott egy, onnan egyenesen oda tudsz lőni. Megvan, megvan. Csak a B-t ki kellett nyomni, mert az úgy zavar. Ja, hát, túl ja. Sok minden volt egyszerre. Ja. Akkor? Jó, hogy csak úgy repüljek oda? Vagy ugrani kell? Vagy nem, a B-vel rá tudsz ugrani. Túl közel vagyok a bázishoz. Papi, ha belegondolsz, igazából ez a rész is kint van a comlinkből. Tudom. Senki nem hallja, hogyha ölsz. Tudom, de... de jó vagyok ma. Mindig az van, hogy ilyenkor elrontom. Bazen már megint a kibaszott ágyúba szálltam be. Ez a hajó, ez nehéz. Kérdezik, szia, Angéla! Tudtok arra ugrani? Ott van egy Constellation Andromeda, gyerekek. Srácok, Nightbot nem tudja elmagyarázni, hogy mit írt nektek, mert ő egy robot. Nem akarunk Constellation Andromedával hajózni? Miért van az egy Constellation Andromeda-nk? Itt van, el kell lopni. Akkor én már megyek is. Mindjárt lesz egy Constellation. Ezt az Inter akár kijött ezzel, te. Jött, nem fog odaérni. Hol van a hajó? Itt van a fekete doboznál közvetlenül. Ja, én is látom. Nem látom. Ellopjam és találkozzunk egy ponton? Ja, legyen úgy. De az a baj, hogy ő látni fogja, hogy ott vagyunk és kergetni fog minket. Az nem baj, hát hadd kergessen. Hosszál, én nem az, ami... Kettőn vannak ott. Ne, hagyjuk a francba. Nálam megint bevagolt a játék, nem tudom. Mi a baj, Szefi? Nem akar ráteleportálni. De ránézel, és F betű? Igen, igen, F-el nem akar. Egyszer megnyomod. De nem piros. Nem hosszan. Piros, piros. De akkor azért, mert ja, akkor azért, mert közelben van. Igen, útban van valami. A bolygó ki kell kerülni. Az lehet? Igen, az lehet, azért kell az ICC-re menni. Jöjjétek, már nem tudtok értem eljönni, mert én le akartam menni a hajomba, és 453 kilométerre elbuggoltatott a játék. Szokásos. Az a legjobb repül. Egyébként. Oké, inkább megölöm magam, és akkor kezdem előről. Én próbálok beszállni a hajomba, de ez a hajó, ez így nem szeret. Na talán most. Most jó lesz, mert most a seggébe... most bebagozódott, az jó. Az mindig jó jár. Szefi megcsinálja, és akkor ICC-re vissza. Ja, úgy van, itt lesz egy izé, pirosan villogó fekete doboz. Ki kell szállnod a hajóba, megnyomod a gombot rajta, 2500 pénzt egyből kapsz, és vissza kell menni. Hú, ezt ja. Már egyszer megcsináltuk, nem? Vagy ez aha, nem ez ismétlődik, még nem menti egyelőre a dolgokat. Nagyon nem is lenne quest, hogyha nem menteni. De legalább a pénzt menti. Ja, ez még szerencse. Ott van valami piros, nem tudom. Ez a villogó cucc az aszteroidán? Igen, ez egy pár. Na, az oda menjél közel a villogó cucchoz. Jönni fog rád két kalóz, azokat lelövöldözöd. Nagyon közel kéne menned ezért. Ez ilyen. Eddig működött. Jönni fog rád két kalóz, azokat lelövöldözöd. Azokat lelövöldözöd, az úgy már nem.
lelövöldöznek téged. Én meghaltam, igen. De nagyon jó volt, mert megszülettem, és úgy születtem meg, hogy még érezte, hogy most nem jó, ezért kilőtt az ágyamból, és meghaltam a bázison. De ez nagyon viccesen nézett ki, oh god. Oda megyek, Szöpi, várjál. Mivel lehet zoomolni? Görgő. Ah, tehát nem lehet. Wow. Hát, engedni, ha jobban tudsz. Néha. Néha nem. Néha bebugol és néha nem lehet. Csak a Gladius, az a normális hajó. Az a bármit meg lehet csinálni. C02. Még a pajzsbadút nem lehet cserélni a titánon, és elég gagyi pajzsa van. C02. Jó lenne. Megkaptam a pénzikémet? Igen, 11 ezeren van. Közel a 20 ezer. Jaja. Utána már csak agyon kell lőnöm valakit. És elmenni Grimhexre megvenni a zsíros, gonosz páncél. Azt a ratyi páncélt akarod? Aha. Hú, áll arca. Dagat vagyok és vállalom. 0-2 vagy 0-3. 0-2, fuck. Bár mondjuk a médium gizdában néztem. De nem fogom tudni ellopni. De fölösleges is ellopni. Nagyon néz engem ez a gyerek. Ez para. Én érzem úgy, hogy... Itt van alattam két freelancer, egyet lopjak. Gera? Várjál, ez nem a tesód? De, miért? Itt van velem szembe. Az meg följött, várjál, adok neki téjes. Erre írok neki tizén, okay. Az a baj, hogy most miatt halok meg. Mert ráment a hajómra, és most rommá tör éppen a hajom tőle. Az meg meghaltam. Összetört a hajómat, Gera, én meg benne voltam. Puszilom tesódat. New mission public enemy. Írtam neki chatten, ezt majd csak látni fogja. Jó van. Szia, Dragon, mi a helyzet? Gyere TS-re, baszadék! Ennél egyenesekben nem tudok fogalmazni. Erre hallgat, mi? Erre megint hajott törött vagyok itt a fekete doboznál. Engem annyira megölt, hogy fel se ébredek. Hát nekem is csinált, ki kell lépni a játékból, mi? Hogy válsz fél órát. Minden. Nem tudom, lehet, hogy engem szétlőttek, mert nem fordul a hajón. Y-t lehet, hogy benyomtad, nem? A fejed forog, csak a hajó nem, nem? Egyszer nyomd meg az Y-t. Nem fordul a akkor hajón. Akkor száj ki és száj vissza. Ja, nekem is volt olyan, hogy beállt egy irányba. A Straster. Csak na, kérdés, akkor az... hogy most vissza fog engedni a ugyanarra a szerverre. Meg akkor ilyenkor baszhatom a vizét, a mission-t, amit megcsináltam. Megcsináld újra, mi nem, ezt ha akar... megcsináltad, ja persze, mert akkor kezdened kell előről, ja. Yeah. Hát mindegy, hát a pénzt megadta. Az a lényeg. Hát jó, de hát végülis... Mert ugye úgy van, hogy a második... Az... Hogy meg kell menteni egy ezért, egy... Constellation armadát, vagy Armageddont. Armadát? Andromeda, nem? Igen, vagy Andromédát. Andromeda olyan van. Anarméda. Azt hiszem okay, a harmadik gyerekek. Megint egy ugyanilyen hajó törött, tehát ilyen felrobbant, ott van valami csajok. A negyediket még nem sikerült összeszednem. Ugyan és uraim, van egy freelancerünk. Várj, mert most nekem csajok beszélnek, úgyhogy mindegy. Hova ha? Szeretnétek a freelancert? Az arcomra, hagyj kenjem szét. Kilométerre van. Nem tudom a PV-t. Behúzott papízét szobába, öcsémet. Levegítom teljesen. Nyerjél, asszony! Húzd a szintem! Hát behúztam én, oké. Okay. Igen. Cse. De milyen a mikrofon? Ja. Hát Martin, azért mert neked nem tetszik, nekem még bejön. Minden problémájával. Szia, panda! Aha. Oké, okay, gyerekek. Behúztam a izét, behúztam a freelancert. Ez egy early alpha játék, nem, szóval. Nem tudom, hogy.
Nem akar valaki ide jönni? És elvinni innen erről a retkes izéről? Hol vagy? Hát ugyanott, ahol felvettük az elsőt. Vagy muszáj vagyok megölni magam. ICC-n vagy? Nem, a ismeretlen szignálnál, jelnél. Kiestél a hajóba, vagy mi van? Hát gondoltam ellopom ezt a Constellation, de amikor beültem az ülésbe, elkezdett pörögni körbe-körbe vadul. Majd aztán beült a srác, akiké gondolom a hajó, ez a pilóta ülésbe, én meg megöltem. Aztán kiestem a hajóból. Mi van? Photoshop abbahagyta a működést, mi a fasz? Vissza és kizúgtam belőle. Szeretem a Telltale játékokat. Hát egy ideig szerettem, aztán utána úgy éreztem, hogy ilyen egy kaptafára készül az összes, és már annyira nem élvezem. Megöljem magam, vagy pedig idejöttök? Öld meg magad, én még töltök. Mindjárt ott jó, vagyok. Jó, nekem is töltsé, akkor én is kérek egy... Jó van. Paracki, jó? Jó lesz. Valami mindjárt ott vagy a villogónál? Menj a villogóhoz. Már megöltem magam. Csesznéd meg, most értem ide. Basszus. Hát, a többiek most mondták, hogy... Jó van, most nyírjam ki magam. Na mindegy, akkor Crusaderen összeszedem az embereket. Gyerekek, itt van a freelancer, menjünk ezzel. Jó van. Mert értem én, csak mi a fasz kezdjek vele. Erőset. Ken, ha vársz egy percet, akkor mindjárt beléd. Ugrok innen. Honnan? Itt vagyok alattad. Nem ingyenes ez a játék. A videó alatti linkben megtalálod azt, ahol tudsz regisztrálni és megvásárolni a játékot, hogyha tetszik, mint látjátok, ez még eléggé alfa. Ott van a radiátorom, bazd meg. Én el tudom hívni még egyszer. Szia, Siraki! De komoly. Siraki, csá! Kaptam pénzt, hogy megöltem a csávót. Ja, azért jár pénz néha. Forerunnerről mi a véleményed? Nekem tetszett az a játék, szóval az szerintem megvásárlós lesz. Mi ez? For Honor. Hú, az jó játék volt. Az szerintem én megint crashelek, és akkor viszont offolni fogom a dolgokat. Nem. Ben vagyok, élek. Olyan sötét van, hogy szerintem Grimhex. Igen, nem megyünk el ICC Pro-ra és ott leszállunk? Nem egyszerű? Ja, ez Grimhex. Bűnöző vagy? Nem, de Grimhexen születtem. Jó, ez néha szokott bugolni. Na nem baj, nekem jobban tetszik Grimhex, szexi. Olvastam, hogy valaki nagyon meg volt szottyan, vagy. Ki? Hogy? Hát, hogy mindig Grimhexen van, vagy születik újra, pedig már hányszor ugye levette magáról a criminal state-et, ezt a crime state-et. Ja, ez egy alfa játék, úgyis törölnek a időval mindent. Azt kell csinálni, hogy ugye hiába nem írja ki, hogy körözve vagy, ugyanúgy el kell menni és le kell vetetni. Mm. Hát persze, hogyha levett, akkor meg úgyis azt írja ki, hogy unautorized. Milyen személy az? Nem jogosult, hát, nem vagy jogosult. A hozzáférése, vagy nincs a hozzáférése. Access. Unautorized. Access. Nem vagyok. Oké. Okay. De magyarul hát, akartam akkor... mondani, erre belekavarodtam, hát, úgyhogy aztán nagyon... Beültem az ágyúba. Azt milyen hajó, várjatok már. Itt, vagy mi az, megyek vissza a Crusaderre, aki akar, jöhet izébe. Kell nekem egy másodpilóta. Jó, le kell kérnem egy hajó. Ja, izébe lesz. Mi ez? Oh, you touch me tra-la-la, my ding-ding-dong. Itt a Constellation, azt a betyárját. Rossz a gut! Ha felrobban, az közvetlenül egy másik hajó mellett, az is felrobban? Nem hiszem. De kár érte, pedig fel akartam robbantani. Itt van az a cetka neve. Ú, baszod! Körözött vagyok. Igen, fölé repülsz, amikor fel akarsz állni, és rommá töröd, mint ahogy Gera megcsinálta velem most. Tényleg, ilyet tettem? Nem, soha. Rogyám! De én nem is mentem beléd.
Nem is engedném soha. Ez nagyon rossz volt. Gyéj! Gyéj! Hogy kell előrögíteni ezt a beírást? Hogy élvezni valamit? Igen. Motion blur beírás, hogy kell a konzolból erővítani? R alsó vonás motion blur 0. Na de ezt hogy rövidíted le? Hogy nem R alsó vonás motion blur. Hát csak így. Hát beírod, hogy R, mo, nyomsz egy tabot. Á, értem. És akkor kitabolja, mint egy konzol. Akar valaki még jönni? Itt vagyunk Crusaderen. Én most Hexen vagyok, úgyhogy magamról le kell venni. Én most megyek az ICC próbra. Őrzöttséget. Steffi, merre vagy? Nem tudom, valahol átérettem. Űrállomáson vagy, vagy röpködsz? Röpködök. Jó. Most megyek a szignálhoz. Na, no, okay, megtaláltad akkor. Megyünk segíteni neked. Jaja, úgyis nekem újra meg kell csinálni. Akkor ICC-n találkozom. Vagy hát én oda megyek. Van nekünk freelancerünk? Most találtam. Találtam, aha. Ja, papi, megtaláltam az utolsó ezért. Mit? Bizonyítékot erre az IP. Igen? Vissza kell menni a szobába. Mit kaptál ja, végén? Hát ugyan a pénzt, meg azt mondta, hogy nagyon köszönjük szépen, mert ugye ez a bizonyíték bizonyította azt, hogy a csávó nem volt felelős. Ja, az lett a vége, basszus. Igen, igen. Basszus. De vissza kell menni, az étkezőben van az izé. High spoiler. Az a baj, hogy bugos is, csak akkor kapod meg, hogyha végigmész teljesen az aljára, majd visszajössz és vissza kell menned. Tehát mégis teszel még egy kört, akkor kinyílnak az ajtók. Mm. De jó volt egyébként, izgalmas volt, másnap meg is csináltam. Nice. Úgyhogy jó felek utakoltatok, csak van valami bug benne, és ezért csak akkor nyíliknak ki a felső ajtók, hogyha biztos, hogy bug? Nem lehet, hogy nem, akkor nyílnak ki a felső ajtók, hogyha megtalálod a többi? Az összeset. Igen, papi mondja jól. Ja, és akkor, tehát hogyha megtalálod, igen, akkor utána vissza kell menni. Mm. Akkor lehet, hogy nektek is csak vissza kellett volna menni legutóbb. Ja. Ugye mindjárt jönnek a kalózok. Szefi, te erre vagy egyébként? Hol vagy te? Megyek a... Na jó, itt vagy mögöttünk, oké. Az jó. Hallod, felrobbantottam a gyereket? Hát ő is ide született, ő belőle is lett izé kalóz. Na, easy. Jó van. Ha benyomod a V betűt, akkor benyomod a cruise-t, és így ja, és gyorsabb akkor... leszel. Igen, érezhetően. Most gyorsulok. Kétszer olyan gyors mondjuk. 5-80-nal megyek. Csak utána az nagyon úgy rossz lesz lefékezni. Ilyen spawnnal meg előttünk. Begin scan, contact. Nagyon sok kalózt látok. Ha most bírtam zoomolni. Kéne egy kicsit lejjebb az alját, az elejét. Egyben van. Hány méterről lehet lőni? Két kilométertől már lőhetsz, amikor kijön igazából a célkereszten, akkor igen, már lőhetsz is rá. Igen, de arra voltam kíváncsi, hogy az a kis pöty mikor jelenik meg. Az fegyvertől függ, hogy milyen fegyvered van. Mindegyiknek más a range-e. Hát ez a gagyasz. Szerintem az ilyen 800 méter. Vagy 2000? Az enyémnek a gagyessa 2000-en még törülték. Nincs. 2200-tan. Tudod így lőni, Bálint? Persze. Na, ezt szétkaptuk. Akkor ezek szerint Szefi van itt mellettem balra. Itt vagyok, igen. Meg átnálom a kép. Ó, hogy az Isten tenni szerelmessé ezt a játékot. Téged. Nekem becrashed. Skacok szerintem mondom. Nekem már elég, mert... ideg állapotba jön. Inkább lorozok egyet asszonnyal. Kevesebb agyrák, azt hiszed? Igen. Kevesebb a tumor. Asszony, meccsbe vagy még? Uh-huh. Mennyire? 15 perc vagyok. Nem baj, majd nézlek akkor inkább. Na jó van, skacok, köszi, legközelebb, nem tudom. Mi is reméljük köszi. Jobban összejön. Mi is köszönjük. Ciao. Köszi, hello. Ciao, sziasztok. Ja. Fiúk, lányok, ennyire lett volna mára a Bug Citizen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy ti jól éreztétek magatokat. Én Pablova voltam. Na, csukolom. Véget ért a móka mára, zárul papi mókatára.
Fiúk és lányok, hogyha jól éreztétek magatokat, ne felejtsetek el lájkolni Facebookon, követni Twitteren, feliratkozni itt a YouTube csatornámra, és hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy mikor megyek éppen live-ra, gyertek, csatlakozzatok a Steam Community-mhez, a Steam Groupomhoz. Remélem legközelebb is velem tartotok. Nagy csókolom!